Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornászt kérdeztük a cukorbetegeknek ajánlott gyógytornáról. A Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda megbízásából Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornászt kérdezzük a cukorbetegségről, a cukorbetegség fajtáiról és a cukorbetegeknek ajánlott tornáról, tornasorról. Köszöntöm! Mik lehetnek ezek a tornasorok, amiket ajánlanak a cukorbetegeknek? Köszönöm, köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a lehetőséget. Sajnos itt a vírushelyzet miatt csak telefonon keresztül van lehetőségünk előadás tartására, így az elmondottaknak a gyakorlati bemutatására egy későbbi alkalommal lesz majd lehetőségünk várhatóan. Én, mielőtt a gyógytornára rátérnék, szeretnék egy kicsit a cukorbetegségről, de tényleg csak egy néhány gondolatot elmondani. A cukorbetegségről akkor beszélünk, amikor a szőlőcukor, tehát a glükóz nem tud bejutni a sejtekbe. A cukor ugyanis a sejtek legfőbb energiaforrása, és ahhoz, hogy ez a táplálékból felszívódott cukor be tudjon jutni a sejtekbe, inzulinra van szükségünk. Na most, amikor a szervezetünk ebben a folyamatban valamilyen zavart szenved, akkor a sejtek nem jutnak, a sejtekben nem jutnak be a cukrok, így fölhalmozódik a vérben, és körülbelül a cukorbetegség lényege nagyon röviden és nagyon egyszerűen ennyi. Több típusú cukorbetegséget különböztetünk meg. Ez azért fontos, mert igazából csak az 1-es és 2-es típusú cukorbetegekkel találkozunk mi a gyógytornában, az ő terápiájukat lehet gyógytornával kiegészíteni. Az 1-es típusú cukorbetegség ez főként gyerekeknél, fiataloknál jelentkezik, amikor is az inzulin termelő sejtek elpusztulnak, és így az inzulin termelődése, inzulin jelenléte teljesen hiányzik, és ezt pótolniuk kell egész életük során. A 2-es típusú cukorbetegségnél ez inkább időskorban jelentkező probléma, amikor nem pusztulnak el ezek az inzulin termelő sejtek, de nem megfelelő az inzulin hatása, amivel ugye bejuttatja a sejtekbe a cukrot. Így a végeredmény ugyanaz, hogy fölhalmozódik a vérben a cukor, tehát a vércukor szint meg fog emelkedni. Na most mind a két típusnál a lényeg az, hogy nagyon fontos a gyógyszeres kezelés is. A gyógyszeres kezelések mellett nagyon nagy szerepe van a diétának is, és hát a diéta mellett itt kerülünk mi képbe gyógytornászként, hogy nagyon pontos és precíz tornasort kell felállítani betegenként, minden betegre külön tekintettel. A rendszeres mozgás segít a betegség egyensúlyának beállításában és föntartásában. A szervezet anyagcsere állapotának normalizálásában. A vércukorszint csökkentését is segíti, a normál testsúly elérését és megtartását is segíti a mozgás, illetve a szövődmények elkerülésében is nagy szerepe van. Tehát, hogyha ezekre mind figyelünk, amiket elmondtam, akkor ebből is kihallható, hogy a mozgásterápiának mekkora szerepe van a cukorbetegek kezelésében. A rendszeres testmozgás tehát a vércukorszintet csökkenti a szervezetben, az inzulin érzékenysége a sejteknek javul, tehát az inzulin hatása fog fokozódni. A 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának a veszélye csökken ezáltal, ugye, ami idősebb korban jelentkezik, mert hogyha a rizikófaktorokat csökkentjük, akkor a betegségek kialakulása is várhatóan csökkenni fog. Ugye csökkentjük a testsúlyt, a koleszterin szintet a mozgásokkal, illetve ritkábban alakulnak így ki a cukorbetegségek szövődményei is. Azért az sem egy elhanyagolandó dolog, hogyha rendszeresen tornázik egy komoly cukorbetegséggel küzdő ember,
akkor a hétköznapi teendőinek az elvégzése is kicsit könnyebbé fog válni a fent említettek miatt, tehát összességében javul a betegnek az életminősége. Ahhoz, hogy a cukorbetegeket tornáztatni tudjuk, ehhez azért komplex kezelésre van szükség. Tehát mindenképpen az orvosi kivizsgálásoknak ezt meg kell, hogy előzzék. Hiszen a mozgásprogramot fel kell építeni minden betegnél. Ami tulajdonképpen úgy néz ki, hogy egy általános bemelegítés után egy körülbelül 10 perces izomnyújtásokat végeztetünk a betegekkel. Ezt követheti egy körülbelül 5 perces izomerősítő gyakorlatsor, majd egy gyakorlatokat zömében kitöltő, tehát egy 15-20 perces, egy ilyen dinamikusabb, aerobik jellegű gyakorlatsort végez a beteg, és hát ezután nyilván az 5 perces lazítás, és levezetésként az 5 perces nyújtás következik. Amikor összeállítunk egy torna programot egy ilyen betegnek, akkor nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a beteg terhelhetőségét. Az, hogy hogyan terhelhető egy beteg, azt a legegyszerűbben a pulzus szám vizsgálatával tudjuk kontrollálni, tehát egyszerűen meg kell számolni a beteg pulzusát torna előtt, torna közben és torna után is. Van erre egy szabály, hogy a maximálisan elérhető pulzusszám 60%-a fölé ne emelkedjen a torna alatt sem a beteg pulzusa. Ez így most nagyon ijesztően hangzik, gondolom, de ez úgy történik, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy betegnek mi az a maximálisan elérhető pulzusszáma, ezt egy terheléses EKG vizsgálattal meg lehet állapítani, ami nyilván egy orvos feladata. Mozgás közben, ugye, hogyha kontrolláljuk, számoljuk a pulzust, akkor ez a pulzusszám 60%-a fölé nyilván nem emelkedhet a pulzusszám, tehát hogyha kicsit szaporább a pulzusa mondjuk az aerobikus típusú, tehát a dinamikusabb gyakorlat során, akkor meg kell állni és pihenni kell, és attól függően, hogy szépen lenyugszik-e a beteg pulzusa, attól függően történhet a további gyakorlatok ismétlése, vagy az ismétlések száma. A mozgásokat inkább könnyebb és egyszerűbben elvégezhető gyakorlatokból állítjuk össze. Az egész vérkeringésre kell, hogy hassanak ezek a gyakorlatok. Ezek általában ismétlődő mozdulatsorokból állnak. Itt gondolok például a sétagyaloglás, kocogás, futás vagy kerékpározásra. Egyes-kettes típusú cukorbetegeknek egyaránt heti 3-5 edzést szoktunk javasolni. És az optimális időtartam 30-45 perc alkalmanként. Az előbb említettem, hogy inkább mérsékelt intenzitású és hosszabb ideig tartó gyakorlatokat adunk. Ezeknek kedvezőbb hatása van a cukorbetegek számára, mint hogyha egy nehezebben elvégezhető, nagyobb intenzitású, de ugyanakkor rövidebb ideig tartó mozgássorokat végeztetünk a betegekkel. Ennek a következők az okai. Egyrészt a testmozgással okozhatunk károsító szövődményeket, hogyha nagyobb intenzitású, gyorsabban végezett gyakorlatoknál ugye gyakrabban előfordulhatna ízület, izom, illetve innsérülések. Ezt, hogyha lassabban elvégezhető, egyszerűbb gyakorlatokkal helyettesítjük, akkor nyilván ezeknek a szövődményeknek az előfordulási esélye csökkenni fog. Kedvezőbb lesz az ilyen gyakorlatok által a vércukorszintre kifejtett hatás is. Hát arról ne is beszéljünk, hogy a betegek többsége nyilván jobban elfogadja a mérsékelt erősségű edzéseket, könnyebben rávehető a beteg az ilyen egyszerűbben elvégezhető, nem baj, ha egy kicsit tovább tartó gyakorlatsorokra.
hogy ezt építse be a mindennapjaiba, életritmusába. Tulajdonképpen fokozható a zsírvesztés, csökken a testsúly, az így elvégzett gyakorlatokkal, tehát mindenképpen jótékony hatásúaknak kell, hogy legyenek. Nem feltétlenül sportolásról beszélünk ezeknél a betegeknél, mivel ezek nyilván korosztályfüggőek is, hanem az egyéb fizikai aktivitással járó tevékenységeket is ide kell, hogy soroljuk a jótékony hatások közé. Arra gondolok például, hogyha valakinek van egy kis kertje, és ki szokott menni egy kicsit kertészkedni, azt ugyanúgy el lehet könyvelni egy napi gyógytornának a cukorbetegség szempontjából, de ugyanígy el lehet könyvelni egy kirándulást, vagy egy kutyasétáltatást, vagy csak egyszerűen egy jó ízű sétát a friss levegőn. A tornához használhatunk különböző segédeszközöket is, itt például botokra, törölközőre, kisebb súlyzókra gondolok. Ugye nyilván az izomerősítő résznél, illetve a kicsit dinamikusabb gyakorlat sorban. Ezek hiánya nem fogja rontani a jótékony hatását a gyógytornának, csak egy kicsit színesebbé teheti a gyakorlatokat. Én azt gondolom, hogy ebből a rövid, de áttekintő összefoglalásból azért mindenki kihallhatta, hogy a mozgásnak az egész szervezetre milyen jótékony hatása van. A gyógytornás soha nem egy-egy betegséggel és egy-egy elváltozással foglalkozik, hanem komplex egészében a teljes embert kezeljük. Pontosan ezért nekünk arra is kell figyelnünk, hogy a cukorbetegség milyen életkorú betegeknél jelentkezett, milyen életkorú a beteg, aki hozzánk jön segítséget kérni, ne adj Isten, milyen társbetegségei vannak, még szívérendszeri elváltozásai, stb. Tehát a terhelhetőség megállapításánál nekünk mindenre kiterjedően figyelnünk kell. Tehát ezért azt mondanám, hogy semmiképp se állítson össze magának tornasort otthon senki cukorbetegként, internetről innét-onnét letöltök egy gyakorlatsort, mert azért ezzel károsíthatja a saját szervezetét más területen például. Célszerű orvosi kivizsgálás után diéta és gyógyszeres kezelések mellett igénybe venni a gyógytorna kezeléseket, de szakember segítségét kell kérni hozzá. Én nagyon remélem, hogy a vírushelyzet minél hamarabb véget fog érni, és lehetőségünk lesz arra, hogy újra esetleg betegeken keresztül egy-egy tornasort meg tudjunk önöknek mutatni. Addig viszont köszönöm szépen a figyelmüket. A Kistelki Művészeti Iskola növendékeit láthatják a következőkben. Horváth Rita és Ötves Vanessa fog játszani, és azt mondta az Oli bácsi, hogy lehet olyat, amit a legjobban szeretnek a gyerekek, úgyhogy a kis karácsonyra fogjuk kezdeni. Thank you.
A Csengelei Jónás borászat tulajdonosait kérdeztük a borászat tavalyi évéről és a jövőbeli tervekről. Csengelei Jónás borászatnál vagyunk, és a 2020-as évről beszélünk a borászat tulajdonosaival, Szabó Bernadettel és Jónás Szabolcsal köszöntelek titeket. Kezdjük akkor azzal, hogy a tavalyi évben milyen fejlesztések, bővítések történtek itt a borászatban. Sziasztok! A tavalyi év egy kifejezetten kalandos év volt, sőt mondhatni nehéz, izgalommal teli. A tavasszal a gyümölcsök akartak elfagyni, később a szárazság tizedelte meg a gyümölcseinket, majd a rengeteg csapadék se tett jót nekik, úgyhogy fejleszteni elég nehéz volt, viszont szerencsére meg tudtuk nyitni a borozókert helyiségünket, ahova rengetegen ellátogattak, nagyon szépen köszönjük ezúton is nekik, mindenkinek, aki meglátogatott minket. És ez egy olyan motivációt adott nekünk, aminek köszönhetően lelkesen követtük az eseményeket, és így bármilyen szigorítás jött, folyamatosan lépést tudtunk vele tartani. Ennek köszönhetően új termékeink születtek tavaly, illetve teljesen megújult a kerthelyiségünk. A borászatban milyen új borokat? Borokat készítettetek ebben az évben? Minden évben próbálunk valami újdonságot létrehozni. A tavalyi évben az erdei gyümölcs lett az új borunk, ami fekete ribizli, piros ribizli, málna, szamóca, illetve egy picike szedret tartalmaz. Azt is hosszas kísérletezés eredménye, mire megszületett. Egy ilyen kifejezetten kellemes, intenzív, telisteli gyümölcsös ízvilággal nagyon-nagyon szerették a vendégeink. Majd télen forralt borokat palackoztunk, ugye elmaradtak a téli rendezvények, karácsonyi vásárok, és úgy voltunk vele, hogy aki forralt borozni szeretne, ne gátoljuk meg ebbe, otthon is tudjanak forralt borozni a vendégeink, ezért palackoztunk forralt gyümölcsborokat, illetve a közkedvelt birsalma puncsunkat, ami gyakorlatilag puncsfűszerezéssel készült birsalmali. Illetve az ételeket készítettünk még a borozókert helységeinkbe, amit ugye minden egyes kaját, ami az étlapra kerül, hosszas kísérletezés előző meg, ami ugye abból áll, hogy itthon a konyhán hetekig azt tesszük, csiszolgatjuk, és minden nap hozzáteszünk valamit, hogy tökéletes legyen. Úgyhogy a hitvallásunk a tavalyi évben is kifizetődni látszott, hogy tökéletes minőséget, sőt a legjobb minőséget kínáljuk a vendégeinknek megfizethető áron. Szerencsére nagyon jól sikerült. Hogyha valaki ellátogat ide a borozóba, és ő mondjuk a sofőr, mit ajánlatok neki? Borok mellé szörpöket is szoktunk készíteni már hosszú évek óta, és ezekből készítettünk limonádét a sofőröknek, illetve gyerekeknek. Volt megy, bodza, illetve idén ezt is bővíteni fogjuk majd, de még nem kiabálom el. Illetve alkoholmentes, 100%-os gyümölcslevek lesznek majd az idei évben. Miben is különbözik a gyümölcsborok készítése a hagyományos borkészítéstől? Alapvetően egy és ugyanaz a borkészítésnek a folyamata, viszont a gyümölcsök között óriási különbség van. Ezek egy ilyen nem szokványos kategória egyáltalán a bortörvényben is. A magjai miatt eltérőek ezek a gyümölcsök a szőlőtől, illetve a nehézsége, hogy a borászati kellékek, gépek nagy része ugye a szőlőre van kiképezve. Ezeket mind-mind kalandos volt nekünk beszerezni, hogy mégis milyen úton, módon magozzuk ki például a gyümölcsöket. A termékeink közül minden egyes gyümölcs más technológiát kíván kismértékben. Ugye a magjai, a mérete
teljesen eltér a gyümölcsöknek. Alapvetően egy reduktív eljárással erjesztünk, ami ugye azt akarja, hogy a gyümölcsöt kipréseljük, majd teljesen levegőtől lezárt acéltartályban erjesztünk, aminek köszönhetően megmarad a gyümölcsös frissessége a termékeinknek. Egy-két fajta borunk van, amit vörösbor technológiával erjesztünk, ami ugye azt akarja, hogy a gyümölcshússal együtt terjed. Ilyen például a szilva, a kajszi borask, amit szinte-szinte lehetetlen kipréselni úgy friss állapotában, ezért van az, hogy ezt ezzel a technológiával készítjük. A termékeinkre kifejezetten odafigyelünk, hogy a lehető legjobb minőségű alapanyagokból készüljön. Kinek is ajánljátok ezeket a gyümölcsborokat? Alapvetően mindenkinek, bárkinek bátran merjük ajánlani. A vitamin tartalma ezeknek a gyümölcsboroknak némely esetben többszöröse lehet a szőlőborokénál, mint például a ribizli, a szeder, egy ilyen kifejezetten magas vitamin tartalmú gyümölcsök. A hideg eljárással készülnek a boraink, nincs fölmelegítve, fölforralva, aminek köszönhetően ugye a vitamin tartalma nem bomlik le. Úgyhogy gyakorlatilag egészséges gyümölcslevek. Ajánlani bárkinek tudjuk, viszont a kedvence az mindenkinek más. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ami gyümölcsbe is jobban ízlik egyénileg az embernek, borba is az lesz a kedvence. Ezek a borok nagyon fölismerhetőek, a csukott szemmel megmondja az ember, hogy éppen melyiket fogyasztja. A megybor az kifejezetten intenzív megyéző, ugye a gyümölcsfajtákat hosszú évek alatt kikísérletezgettük, hogy melyik fajta mikor jó. Úgyhogy a termékeinket, aki szereti, annak bárkinek merjük ajánlani. Egy ilyen különleges desszertborok, amivel föl lehet dobni bármilyen estét. Hogyan sikerült a karácsonyi időszaka a borászat számára? Karácsonyi vásárokon voltunk évek óta forralt borokkal, illetve gyümölcsborainkkal, ahol ajándékba beszerezhették a vendégeink. Viszont idén sajnos nagyon-nagyon rosszul esett, de elmaradtak ezek a téli rendezvények, karácsonyi vásárok. Egyedül a Bödön piac maradt meg, ahol egy ilyen nagyon szinte egy nagy család oda jártunk, díszdobozba, díszcsomagolásba lehetett megvásárolni a termékeinket. Illetve itt helyben erősítettük, ahogy mondtam, hogy a gyakorlatilag ismerősök hozzánk közeli emberek jöttek vásárolni, amit tényleg baromi hálásak vagyunk mindenkinek, nagyon szépen köszönjük, aki ellátogatott ide hozzánk. Mivel ismerősök jöttek, poharat gravíroztunk ajándékba. Így sokkal jobb élményt ajándékozni, mint bármilyen tárgyat. Ezért jött ez, hogy ilyen díszcsomagolásba névre gravírozott pohárral kedveskedtünk a vendégeinknek, úgyhogy itt helyben nagyon sokan ellátogattak karácsony alkalmával, így ajándékozási célból. Illetve volt ilyen is, akinek saját asztalára jutott nyilván. A tavaly évben még a viszonteladóink listája bővült, aminek köszönhetően ugye még több helyen lehetett hozzájutni a borainkhoz, a nagyobb városokba, Pesten, Szegeden, illetve itt a környékbeli településeken egy-egy boltban megjelentek a termékünk. A 2021-es évre mik a tervek? A terveink már megvannak hosszú évekkel előre általában. Idén újfajta termékeket szeretnénk kikísérletezni. Kettő borunk biztos, hogy lesz új, a harmadik még kétséges, illetve az ételekre a legnépszerűbb ételeinket, amik tavaly voltak itt a borozó kertelységeinkben, azokat megtartjuk, illetve Dettivel közösen éppen kísérletezgetünk az új ételeinken. A kertelységet teljesen meg fogjuk újítani, illetve egy korszerű présgépet kívánunk majd vásárolni, meg kettő új tartályt, hogy az új gyümölcsborainknak legyen helye. Az idei évben még a csapatunkat bővíteni kívánjuk majd, egy fővel biztosan. Ugye úgy tervezzük az évet, hogy visszatérnek a rendezvények, illetve itt a borozó kerthelységünkben is helytállunk, úgyhogy bővíteni fogjuk a csapatunkat. Ezáltal ugye nekünk még több időnk, energiánk jut majd a borkészítésre, amiből szerencsére egyre több fogy. Zelk Zoltán Mese a csúftörpéről című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. Zelk Zoltán Mese a csúftörpéről. Valamikor réges-régen élt egyszer egy törpe. Szakálla rőt, óra hosszú, a háta meg görbe. Kint lakott a kéklőhegyek kerek erdejében, vadvirágos meleg nyárban, hideg, havas télben. Ide űzték az emberek,
csúfolták, nevették, csintalan kis gyermeküket vele ijeszgették. Pedig szegény, mit sem vétett, a légynek sem ártott, néha eltelt esztendő is, amíg embert látott. Hanem egyszer, télidőben, mégis jött egy ember, meglátszott a borús arcán, hogy a gondja tenger. Megsajnálta a kismanó, s mindjárt hozzálépett, mi bánt téged, szegény ember, miért oly bús a képed? Nagyot néz a szegény ember, s ilyet arcot vágott, mert bizony ő ilyen törpét még sohasem látott. De eszébe jut a gondja, majd elfakadt sírva, búját, baját elmondani alig-alig bírja. Jaj, tehénkém, igen beteg, már a végét járja, a sok gyerek meg sír, mert a tejét várja. Százesztendős öreg anyánk ki is mondta rája, a kikerics gyökerében van az orvossága. Én pedig a vadon erdőt hajnal óta járom, ám de ez a kikerics sehol nem találom. Ne félj semmit, szólt a törpe, tudom én, hogy hol van, domboldalban, patakparton, megtaláljuk nyomban. Csak ennyit szólt a törpe, már is útnak keltek, s a patak partján a kikerics gyökerére leltek. Boldog volt a szegény ember, még meg is köszönte, amidőn a gyökeret a zsebébe tömkötte. Amit tettem, szívből tettem, nem jár hála érte, szólt a manó, s az embert messze elkísérte. Csak azt kérem, hogy engedd meg, hogy egyik másik esten házad egy kis pohár meleg tejét néha felkeressem. Ó, mi öröm volna nékem kicsit melegedni, játszani a gyerekekkel, mesélni, nevetni. Mert tudok ám én sok mesét is, bűvöset és szépet, amit baglyók, hollók, kányák nékem elmeséltek. Kacsalábon forgóváról, tündérről, táltosokról, nyalka szép huszáról. Ám hirtelen elhallgatott, mert hogy körülnézett, nem volt az erdőn egy teremtett lélek. Persze még ő egy néhányszor lepottyant a hóba, azaz ember a fákon túl messze járt azóta. Úgy szaladt, hogy a lábát szinte nyakába szedte, otthon aztán a gyökeret a fazékba tette. Öreg anyó főzött, nyomban gyógyitalt belőle, s ahogy itta a tehénke, meg is gyógyult tőle. S másnapra meghalljátok csak, csoda esett náluk, a sok tejjel megtelt köcsögük kannájuk. Vidám élet kerekedett, híre is ment annak, s ím egy hideg havas estén megzőrent az ablak. Ki lehet az? A gazda is dörmög, tán a szörnyű hófúvástól menekszik az ördög. Ajtót nyitnak, s ím besurran egy rőt kicsit törpe, szakálla jég, óra hosszú, a háta meg görbe. Ahogy ez a szegény törpe egyet lép előre, megrázza a szakállát, s hull a hó belőle. Nagyot sikolt minden gyermek, még moccanni sem mer, rá is förmet rögtön mérgesen az ember. Ej, te vakarcs, görbe, csúfság, mit keresel nálunk? Azt hiszed, hogy a gyökérért tárt karokkal várunk? Nesze itt egy fényes garas, tedd a tarsolyodba, aztán lódulj, mert kiteszlek a szakálladnál fogva. Csak egy pohár tejért jöttem, hiszen úgy ígérted, szólt a manó, de könyve gyűlt a szóba, s már fordult és indult ki a fergeteges hóba. Az ember már bánta, utána is menne, de a manó eltűnt, mintha füstkarika lenne.
Ördög bánya, vigyekánya, szólt a gazda, ígyunk rája. Azzal felkapott egy kancsót, s a pincébe csosszant, de a lépcsőn megbotlott, és elvágódott hosszan. Felemelték, ágyba tették, egyre sírtak, ríttak, aztán néhány csodadoktort, javasasszonyt hívtak. Ám de bizony nem segített rajta semmiféle flastrom. Harmadnapra végül így szólt a 100 éves asszony. A kakukkfű egyedül az kéne, máskülönben gazduramnak egy-kettőre vége. Nosza sürög minden kézláb, rögtön járnak kelnek, de gyógyírre, kakukkfűre sehogy se lelnek. Akkor kendőt ránt az asszony, úgy szalad a házból, megkeresni hóban, fagyban, erdőn, mezőn, bárhol. Hóbuckában bukdácsolva, zöld földre zuhan, fel kell újra, és egyszer csak előtte áll egy rőt, pici törpe, szakálla jég, óra hosszú, a háta meg görbe. Felismerte, megkérelte, csóful bánt vele a gazda. Kiűzött a hóba, de hidd el, ő azt 100-szor megbánta azóta. Csit, jó asszony, hisz nem történt semmi. Magamfajta csúf manóval megesik ilyesmi. Kedves törpe, az én uram már a végét járja. Jobbulását egy gyógyfűtől, a kakukkfűtől várja. Keresem én hóban, fagyban, eddig mint hiába. Ne félj semmit, szólt a törpe, tudom én, hogy hol van. Patakparton, domboldalban, megtaláljuk nyomban. Alig mondta ki a törpe, már is útra keltek, s a gyógyító kakukkfűre hamar rá is leltek. De az asszony nem szaladt el, mint az ember tette, mert a gyógyfüves kis törpét nagyon megszerette. Kedves törpe, gyere velem, légy vendégünk, tudd meg ezt a mai estét, a gyerekek is várják, sok gyertyával ma díszítjük a fenyőfa ágát. Jó vacsora fogad téged, mézes bort is hoznánk, játszanál a gyerekekkel, úgy eljössz hozzánk. Menne bizony úgy szeretne, de hát bízni nem mer. Becsapta és kicsúfolta őt már sok rossz ember. S így történt, hogy az asszony bármi szépen kérte, nem ment vele, de a távolból hazáig kísérte. Ott lebzselt a ház körül, és nem töprengett máson, csak hogy milyen lehet odabent az a szép karácsony. Aztán, hogy nem történt, nagy zsivajgás támadt, nyílt az ajtó, azon át egy csapat gyerek kiáradt. Elcsípték a kicsi törpét, ölelgették, vonták, s amikor a házhoz értek, kérő szóval mondták. Kedves törpe, maradj velünk, legyen szép az ünnepünk. Játsszál velünk, maradj velünk, aranyszívű törpénk. Felejtsd el azt, mi egyszer nálunk történt. Hát most boldog volt a törpe, nevetett és játszott, a sok gyerek között még a szakálla sem látszott. S bár az óra hosszú volt, a háta meg görbe, az estebédél az asztal fönn ő ült ott, a törpe.